Kedves nézőink, dr. Magyar György ügyvéd, a Civil Választási Bizottság vezetője a vendégünk, akit nagy tisztelettel köszöntök itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok! Ugye a Civil Választási Bizottság is többek között azok közé tartozott, amelynek a tagjai folyamatosan azt mondták, hogy javasolták az ellenzéknek, hogy próbáljanak meg valamilyen összefogást, valami egységet kialakítani. A 2024-es, majd a 2026-os leendő siker érdekében. És hogy ezt miért mondom, ugye vasárnap választott Lengyelország, ahol ugye megint föl lehetett emlegetni a klasszikus varsói gyors című kifejezést, amit annak idején 90-es években mondtak. Lengyelországban ugye az történt, hogy nem volt ugyan egységes lista az ellenzéki oldalon, de előre kijelentették, hogy amennyiben úgy alakul a helyzet, akkor ők összefognak. És ami a legfontosabb, a jobb és a bal oldal összefogott. Ugye, ami azért volt furcsa, mert ugye Lengyelországban hosszú ideig tulajdonképpen csak jobboldali pártok léteztek, a bal oldal teljesen eltűnt, most újból előre kapott. És létrejött egy jobb-közép baloldali, vagy pontosan egy liberális, konzervatív baloldali összefogás. Mi vezethetne oda Magyarországon, kérdezem én tőled, aki ismered az ellenzéki szereplőket, hogy ráébredjenek arra, hogy mégiscsak valahogy együtt kéne mozogniuk. Én azt gondolom, Péter, tényleg a varsói gyors az egy jó bemutató téma, és lehet tanulni innen is, onnan is. Nem azt gondoljuk mi, hogy a mi ellenzéki pártjaink nem szeretnének jobb eredményt elérni. Egészen biztos az is, hogy tisztában vannak avval, hogy együttműködésre kötelezettek. Miért? Mert van egy választási törvény, ami ezt predesztinálja. Hogy hogyan és miként lehet együttműködni, na ez egy nagy kérdés, ebbe tenyerelt bele a jelenlegi hatalom akkor, amikor a 2024-es választáson összekapcsolta az európai választást és az önkormányzati választást, megsértve minden alapvetést, hogy egyszerűen fogja magát és az önkormányzati választást előre hozza 3-4 hónappal, csak azért, hogy együttműködjön a két történet és megfelelő jelenlét legyen. Egy pillanatra visszautalok most a lengyel választásra, ha szabad. Hatalmas volt a részvétel. Igen, nagyon magas volt. Na és itt van, Péter, az egyik kutya elásva. Több kutya el van ásva, de az egyik fő kutya itt van elásva. Az állampolgárokat érdekelté tették a változtatás okán szükséges részvételen. A nagyvárosok, az ipari városok, Lengyelországban azért van egy pár, és a vidék relációjában megértették az állampolgárok, hogy az ő joguk a közéletben való részvételni 4 évenként jön el, és elmentek szavazni. Na most akkor nézzük a kampány oldalát, és nézzük az együttműködést, amit voltál szíves kérdezni. Mindig is megvolt ott ez a bizonyos két tömbösödés, most egyszerűsítsük le, a Tusk-féle liberál európai gondolkodás, és jobboldali oldalról indulva, vallási alapon szintén, mert Lengyelországban ennek óriási a dominanciája, és a másik oldalon ott volt a Kaczynski-féle, most már kétszer győztes csoport. Ez a tömb állandóan együttműködésre és rivalizásra volt késztetve. És most a megfejtéshez, a következő kutya elásásához kapcsolatosan el kell mondanom, az ellenzék olyan személyiséget tudott felmutatni, aki az állampolgárok számára szimpatikus volt, és bizalmat gerjesztett. Na ez nálunk nagyon hiányzik. A mi töredezett ellenzéki oldalunkon nem tudnak felmutatni ez idő szerint olyan személyiséget, akire rá lehet bízni a vezérszerepet, aki mögé be lehet állni, mert sokkal egyszerűbb felsorakozva, mint szanaszét rohangálva felvenni a küzdelmet a jelenlegi kormányhatalommal szemben. Nekem, értem, amit mondasz, pont mielőtt leültünk volna beszélgetni,
nem olvastam el, csak a címét futottam át, az egyik internetes portál készített interjú Donát Annával, aki ugye azt mondja, hogy vissza kell szerezni, és vissza tudjuk szerezni, mondja ő, az emberek bizalmát. Na, ez a fontos. Nagyon jó, hogy ezt mondja, gondolom én, csak ezzel az egészen az a bajom, hogy megint csak kijelentések hangzanak el egyrészt, másrészt. Szerinted kell-e valamilyen típusú kaszt, nem kell hangosan, akár titokban is lehet. Keresd kasztingot tartani, nagyon csúnya kifejezés, és kifejezés már politikai szempontból megbukott 2022-ben. Nem bukott meg. Mert nem jól hangzott a... Tehát egy olyan kasztingot tartani, ami az egyszemélyes kihívót, egyszemélyes kihívó személyét jelenti. Képesek-e belátni a zenészeki pártok, hogy teszem azt most, eddig egy névről tudunk, akit ugye szerepeltetnek a legnagyobb ellenzéki párt részéről, hogy nem biztos, hogy olyan személynek kell lennie ennek az egyszemélyes kihívónak, aki ilyen vagy olyan okból támadható. Nem tudom kifejezést használni. Értem. Tehát nem Dobrev Klárával van a bajom, csak azt nem, hogy van-e egyáltalán ilyen személy? Biztos, hogy van, csak ehhez már megbeszéltük egy párszor, és újra hangsúlyoznom kell. A bizalom, és ebben Donát Annának teljes mértékben igaza van, megszerzése lényeges. A kérdés az, hogy milyen út vezet oda, hogy szerzem meg ezt a bizalmat, ki által és mi által. Na most, hogy kitermelődik-e a magyar ellenzéki oldalon egy olyan személyiség, mint mondjuk Donát Tusk Lengyelországban, ugye? Ezt nem tudhatjuk, de mégis ebbe az irányba kellene elmozdulni, és nem feltétlenül, tudom belőlem a civil őrült beszél, nem feltétlenül a pártok sertepertédése közepette kell megtalálnunk azt a személyiséget, akit elfogadnak a többiek, mert beáll a történelem legnagyobb problémája, az irigység és a féltékenység. Hát ezt akartam, erre akartam volna kifuttatni az egészet, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy ne megint egy klasszikus idézetet mondjuk, ugye a dohányfüsttől teli szobákban dőljenek el ezek a... Mit kell tenni, Péter? Borzasztó egyszerű a kérdés. Felülemelkedni. Meg kell próbálni felülemelkedni. Bontuk már sok mindent, az egyfordulós választási rendszernek borzalmas hátránya, hogy nem akkor egyeztetünk egymással, különféle koalícióval, összefüggés rendszerben, amikor készülünk a választásra és megnézzük az eredményeket, hanem amikor még vakon sétálunk, nem tudhatjuk akár Lengyelországban hány párt kerül be, de így volt Szlovákiában is, meggyőződésük volt a magyar választóknak, hogy bekerülnek a magyar pártok, nem kerültek be. Hát itt erről van szó, az egyfordulós választási rendszernek aránytalanságából következik, hogy nem tudnak előre számítani, csak feltételezések vannak, és ezért szerencsésen alakult relatíve a lengyel választás, mert a hatalmon lévők tömbje hozta, amit szokott, kicsit veszített, de ez nálunk is meg lehet a Fidesznél. A hatalmon lévők tömbje hozza, amit tudni, még ha egy kicsit veszít is belőle. A másik oldalon pedig elindult három olyan egység, amely koalíció képességét megmondta a választóknak a mérkőzést megelőzően, Péter. Na ez az a bizalmi hátrány, és bizalmi előny, ami a mi vonatkozásunkban nincs meg, mert Donát Anna okosan beszél, akár Gyurcsány Ferenc is okosan beszél, a Jakab Péter is, most nem sorolom fel az összes versenytársat, ugye? Mindenki okosan beszél, de önmagára mutogat. És nem a közös nevező irányában dolgozik. Nem a programok egyeztetésével van a baj. Azt meg fogják tudni oldani. Mi civilek is ezen vagyunk, segítjük a programalkotást. A szakemberek a szaktekintélyüket oda teszik. A személyekkel kapcsolatosan a felülemelkedés hiánya okozza megítélésem szerint ezt a fragmentációt. Aki benn van a parlamentben ma is, az örül annak, hogy van egy kis háttérpénze, és hátradőlve tudja eltölteni a 4 évet. Aki nincs bent, az arra teper, hogy valamilyen százalékos hozzájárulást kapjon a választóktól, mert akkor ő is egy kényelmes pozícióba kerülhet, és nem a társadalom érdekét nézik, és azt, hogy változtatásra van szükség.
Lengyelországban a hatalmas részvétel azt mutatta, belátták az emberek, hogy változtatni van, kell szükséges, ehhez el kell menni választani, mert egyébként az erős tömb is nálunk a Fidesz, ott pedig a Kaczyński-féle vállalkozás, tudja vinni a választókat egyértelműen az urnához, és az elég az alacsony részvételnél, elég ahhoz, most a nagyválasztások beszélünk az országgyűlési választásokról, elég ahhoz, hogy győzelmet arasson. Lásd a négyszeres kétharmadat. Még egy problémát szeretnék felvetni neked, és kíváncsi vagyok a véleményedre. Nagyon jó, hogy említetted azt, hogy akik benn vannak a parlamentben képviselőként, ellenzéki képviselőként, nekik számít az, hogy ők egzisztenciális. Egzisztenciális szempontból képviselőség. Nem fals éj az ő szájukból hallani azt, amikor azt mondják, hogy így diktatúra, úgy diktatúra. Nem fals éj olyanokat mondani, szidni politikusként azt a választási rendszert, amiben ők maguk is elindulnak. Tehát, hogy más típusú témákat kellene éj fölvetni, kérdezem én. Péter, aki így leszerepelt, és ilyen alacsony a részvétele a közéletben is, a parlamentben is, az minden eshetőséget és lehetőséget meg kell, hogy teremtsen. Innen jönnek a túlzások. Megyünk kordont bontani, mondunk olyanokat, amit talán nem megalapozott, mert magunkra kell hívni valamilyen formában a figyelmet. Ez a propagandisztikus problematikája a kommunikációnak, mert a mi hatalmunk, a jelenlegi uralkodó osztály megtette azt a szívességet, hogy eluralta a médiát, eluralta a közvilágot, eluralta, beegyéniesíti, centralizálja a különböző társadalmi intézményeket, megszüntette a független intézmények függetlenségét, és úgy bebatonozta a hatalmát, hogy ezt áttörni nem lehet, még ilyen szemétláda a hamaszos rakétákkal sem. Következésképpen, ez az utolsó bezárás, következésképpen ennek a megváltoztatása borzalmas nehéz, és itt van a belátás és a felülemelkedés szükségessége, és ezt én mindig ezt szoktam mondani, amit tetszik nekem, hogy le kell venni a pártcsapkákat átmeneti jelleggel, össze kell tudni fogni úgy, hogy kitermelődjön egy másod tömb, egy ellentömb, és utána választási győzelem vagy félgyőzelem után vissza lehet venni a pártcsapkákat, le lehet futtatni egy újabb esetleg időközi választást, és be lehet hozni, a demokráciát vissza lehet hozni. Mert gondolj vissza, mit mondott Tusk, amikor meghallotta és meglátta a végeredményeket. Ez volt a két legfontosabb mondata. Szeretett Lengyelországunkat visszakaptuk, és visszaállítjuk a demokráciát. Hát nálunk ugyanez a probléma, tehát nagyon jó volt a te képed, hogy jön a varsói gyors, bízunk benne, hogy a varsói gyorsra föl tudunk szállni. Értettem. Akkor nézzük azt, hogy azt mondtad, hogy a kormány, jelenlegi kormány centralizál, leural mindent. Az a kérdésem, hogy mi történik, mit lehet tudni, hogy a különböző jogállamisági problémákkal, vitákkal és a magyar kormány ígéreteivel mi történik. Nézzük mondjuk, például Kukai, ugye, ha jól tudom, az Országos Bírói Tanácsnak is most kellene rövidesen megújulnia, és nem tudjuk, hogy hogyan, miként, kik fognak bekerülni, milyen módszerrel. Igen. Ez egy érdekes terület. Péter, itt megint úgynevezett szemfényvesztés zajlik. Magyarországi kormány és a magyar tárgyaló delegáció félig meddig ostobának, nem azt mondtam, hogy hülyének, ostobának nézi az Európai Bizottságot, és ezt hitte a lengyel, most megbukott kormány is, hogy majd mutatunk ilyen látványpékségeket, és majd megmutatjuk, hogy mi megreformáljuk az igazságszolgáltatást, mi az intézményrendszer tisztába tesszük, és nem vagyunk tolvajok, nem visszük el az EU-s pénzeket. Nálunk korrupció sincs, és nálunk ilyen erős a jogállam. Ezek szólamok. Tehát nem ostobák az Európai Bizottságban működők és felületet, vizsgálatot folytató, monitorizó tevékenységet végző személyiségek nemzetközi szinten átlátnak ezen a szitán. Magyarországon én bátran mondhatom, az én koromban már teljesen mindegy, ez a hatalom arra épít, amiből a legnagyobb mértékben kivette a részét, a leuralás a teljes egész pályás letámadás relációjában. Ha kihúzzuk alóla ezeket az alappilléreket, mert Európa megköveteli, akkor összedől. Tehát ő látszat jelleggel azt mondja, hogy
Természetesen az Európai Bizottság észrevételét magunkévá tettük. Természetesen ezeken mi úgynevezett reform formában, igazságszolgáltatási reform, stb. Tekintetében helytállunk, csak valójában nem tesszük meg. Na most erre mondtam, hogy nem ostobák az Európai Bizottság vizsgáló felületei, látják, hogy ezek csak szólamok, és nem követi tett. Ugyanezt történik a bírói tanácsnál, ugyanezt történik világos. Az egyéb reformszolgáltatásnál. Hát az, hogy mire fog ez az egész kifutni még idén, vagy jövő év elején, arról még fogunk tudni beszélgetni. Ez egy nagyon veszélyes téma, mert Európa sem egységes, ezt látjuk. Európában a nagyhatalmak, Németország, Franciaország más érdekeltségűek, és általában megtudhatjuk azt is, hogy nem akarnak Orbán Viktorékkal újat húzni, szívük szerint, miután jó piac vagyunk, szívük szerint támogatnának bennünket, mert a ők is jól járnának. Ez lehet a francia atomreaktorokkal kapcsolatos világos üzlet, ez lehet a német autógyárakkal kapcsolatos üzlet, érdek, ezek a gazdasági érdekek és a politikai érdekek nem mindig vágnak egybe. Jó kis végszó volt. Köszönöm, hogy itt volt, és tudtuk beszélgetni. Köszönöm szépen én is a lehetőséget.